Az elmúlt egy évben nagyon sokat változtak az élelmiszerárak, szerencsére nem csupán drágulásról beszélhetünk. Olcsóbbak lettek egyes hústermékek és a tej is, drágult viszont a tojás és a kenyér. De mi a helyzet a zöldség és a gyümölcsárakkal így 2018 elején? Kovács Lázár séf és Csehi András gyors nagypiaci árszakértése következik. Jó reggelt! 23. Jó reggelt kívánok! Azért választottam ezt a standot, mert hogy itt minden magyar. Évike viszont nem szeret szerepelni, és van egy kiváló magyar séfünk is, Kovács Lázár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát szia, drága barátom! Először is örülök, hogy meggyógyult a kezes karod, ezért ide is készítettem neked spenótot. Popeye is ezt tette, hiszen az a bicepszet is építi. Köszönöm rengeteg szépen. Vastartalmával. Igen. Ezt vihetem, 600 év. 600 forint, van nálad pénz? Akkor tegyük vissza. Nem. Direkt úgy csináltam, hogy ebbe a zsebembe raktam, és innen nem tudom kivenni. Na, szóval, hát jó reggelt mindenkinek, ott benne a stúdióban is, és a képernyők előtt is. Mi van ma a piacon, ugye? Tennéd fel a kérdést? Igen, és hogy mennyiért, ez nagyon fontos a tavalyihoz képest, mert hogy azt tudjuk, hogy a tejtermék olcsóbb lett, igen, viszont a hús is olcsóbb lett, viszont a tojás állítólag drágább lett, és tessék csak, amit Évike tojását nézni, hogy 55 forint, és igen, hiába jön a húsvét, nem lett annyival drágább. A húsvét egy picit messze van, de egyébként tényleg a tojás most rendes jó áron van. Ám én mégis mindenkinek a zöldségeket ajánlok, hiszen mindenki szerintem belekezdett a fogyókúrába, a tisztítókúrába, és meg akar újulni, meg hát itt van ez a szép, sötét időjárás is, ugye, ami neveli a depressziót, illetve... Mondod, hogy a zöldségtől jobb kedve derül az ember? Hát láttál már bánatos karfiolt? Vagy mondjuk szomorú kelkáposztát? Nem, ugye? Hát itt a megfejtés. De tényleg, hogyha egy picit a zöldségek felé fordulunk, az most magyar áruban, illetve nagyon jó és friss és jó minőségben található meg. Ezért ajánlom egyébként mondjuk például a sertéspörkölt helyett mondjuk a karfiol paprikást. Na, ezt próbáld meg eladni mondjuk egy autószerelőnek, vagy valakinek, hogy egyen karfiol pörkölt. Nem olyan rémisztő, mint aminek hangzik, de ha tényleg akarunk tenni, és ez csak akarat kérdése, akkor nyugodtan beleharaphatunk egy ilyen répába, mert egyszerűen pattanós, friss, ezt tele van cukorral. Hát igen, és tényleg nagyon finom. Tehát igenis, együnk friss zöldséget. Na, de nem akarok erről papolni, inkább el szeretnék adni neked valamit. A telefonon már édes. Igen, pontosan. Na. És ez a lényege, hogy kicsit megcsipi a hideg, és még jobban érződik a cukortartalma. Na de, menjünk egy picit tovább, mert ez csak egy stand. Én itt voltam bérmunkával, de most már mindjárt jövök. Fiúk, figyeljetek rá, úgy sincs olyan sok vendég. Piacon ilyenkor még kevesebben vannak. Itt lehet már találkozni azokkal a zöldségekkel, a gyümölcsökkel, amik már nem magyar származásúak, nyilván pomeló, meg banán. Na, igen. A vitamin tartalmat, hogy bevigyük természetesen a gyümölcsökkel és minden más, ez itt nem annyira mutassuk, inkább a felső részekre menjünk, mert hogy itt vannak ugye a szebb áruk, de innen menjünk is tovább, mert... ez nagyon fontos kérdés, te gyakorló séf, amikor kialakítod az étlapot, akkor gondolsz arra, hogy drágább lesz, olcsóbb lesz, és más árakat kalkulálsz most idén, vagy pedig ez annyira nem érzékelhető? Voltaképpen az ár nagyon meghatározó otthon a háztartásban és az étteremben is. Nyilván ugye a jó otthoni konyha és a vendéglátás a piac konyhájára épül. Ha valami olcsó a piacon és friss, finom, abból érdemes készíteni, hiszen a családi kassa, meg az étterem kassa is jól jár vele. Tehát tudatosan kell ebben is, vagy tudatosak kell, hogy legyünk ebben is, és úgy kell vásárolnunk, hogy tényleg az árakat figyelembe véve mindig a éppen szezonnak megfelelőt választani. De itt van például a kedvencem, a torma. Ugye lereszelve ugyanúgy, mint ahogy a retek, hol van? Te említetted, hogy fekete reket keresnéd a piacon. De a fekete retek helyett most fehéret láttam. Az nincsen. Fekete retek, illetve a torma az, ami egyébként ezt a náthás időszakot egyébként egy picit át tudja lendíteni, hogyha nem akarunk mondjuk rengeteg gyógyszer. De itt azért gyógyszer... nátha szakasz. Igen. Nem? Itt citrom, csupa torma, kivi, gyömbér és a lime. Hát szóval ez mind... az a rész, tényleg, most egyébként, hogyha össze kéne állítani zöldségből egy jó náthás, influenzás elleni koktélt, akkor ezeket így összeturmixolva, a tuti, hogy izé. Jó, egyébként ez egy nagyon jó ötlet. Belepusztulsz, az gyömbértől meg a tormától pláne, de tényleg egy annyira üdítő és friss hatás, hogy tényleg a rengeteg vitamintartalom és ásványanyag elmulasztja ezt a nálad is fennálló és nálam is fennálló veszélyt. Az nálam nem az van, de mindegy, adjuk, igen, lépjünk túl. Jó. Ha kijön a házi, az... Még egy fontos, igen, bocsánat, igen. Laska gomba. Hagy tereljük rá a figyelmet a gombákra.
Nem megyünk be, bocsánat, ide nem menjünk be, mert bántja a bombá személyiségű jogát, álljunk onnan el, gyerünk innen el. Igen. Szóval nyilván az az élő piac, de azért a gomba egyébként itt nagyon finom, és olcsó is a laskát tekintve, ami attól jobb, mert jobban hasonlít a húsra az íze és az állaga, és ezért, hogyha de mondjuk... nem lehet kirántani. De lehet rántani. Csak ha mondjuk a hússal el fogunk szakadni, akkor ügyesen mondjuk laska gomba. Most fogunk elérkezni a retek szekcióhoz. Igen. Igaz, hogy a sörretek, és az a fekete színű retek között mi a különbség? Hát itt vannak a barátaink, igen. Üdvözlöm, jó napot kívánok, jó munkát, megjöttünk megint, ugyanúgy szokás szerint. Na most igen, a sörretek, amit te mondtál, az például mondjuk ugye így néz ki. Ez mindig olcsó. Ez mindig olcsó, de szar is. Tehát, hogy nem úgy érte a jótékony hatását illetően, megmondhatja a kollega is, ez salátának, mondjuk húsok mellé jó. De hogyha arra, amire te gondolsz, a fekete retek, sózott levét, hogyha megisszuk, az is szintén ilyen influenza üző. Szóval te rakni a szekcióhoz, ugye? Pontosan. A gyömbér, citrom, lime az, szekcióhoz. Amire te gondolsz, a fekete retek, sózva, lereszelve és szépen a levét kicsavarva, azt fogyasztva reggelente. Jó. Tuti. A vége felé közeledünk, nekem hát igen, itt a piac lenne... Miért mondtam? Hogy te most így körülnézel, a tavalyi árakhoz képest látsz-e valami nagy változást, valami drágulást, a zöldségek és a gyümölcsök tekintetében, mert a többi áruk már megváltozott. Én nem tudom, én megmondom őszintén, árat én már nem nézek. Én már azért nem nézek, mert úgyis annyit mond, amennyit akar, érted? Hát teljesen mindegy, hogy mit mond, mennyi az ára, de a lényeg, hogy mindig úgy válaszunk, hogy nézzük meg, hogy mi az olcsó. Jó. Még egy dolgot említettél, azt, hogy ilyenkor azért kicsit depressziósabb az ember az időjárás miatt, hogy hogyan lehet feldobni étkezéssel és sütemények evésével, édességek készítésével. Igen, és ez a csapda, ez a 22-es csapdája, mert ugye falunk, mert ettől jó kedvünk lesz meg termelődik az endorfin, meg minden, de nem mindegy, hogy mit eszünk, mert egy drépáton is boldogodunk lenni, most tényleg nem akarok mondani, veled beszélni segítve se semmit, de tényleg, hogy nagyon ilyenkor hajlamos az ember, hogy a fogyókúrából hízókúra lesz, és tényleg felszed az ember egy pár kilót, és emiatt inkább mozogjunk, és inkább beszélgessünk a zöldséges urakkal, és akkor nem fogunk sokat költeni. Akkor azt hiszem, hogy akkor megvan a ma reggeli a konklúzió, hogy együnk répát. Úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes napot kívánunk. Viszlát!